figyelem, felkészülni vigyázkész rajt, ez itt a célkeresztben, az egyik, hanem a legizgalmasabb területtel a katonaság életén belül. Jönnek a hajózók, pontosabban a vadászpilóták. Zakar Ádám vagyok, tartsanak velünk! Célkeresztben a hazai légtérvédelem. Rendhagyó forgatásra kapott lehetőséges stábunk a kecskeméti katonai repülőtéren, ahol a Magyar Honvédség 14 darab negyedik generációs Gripen vadászrepülőgép állomásozik. Most először engedték meg ugyanis, hogy egy hazai televíziós műsor a pilóta szemszögéből mutassa a magyar légteret. Varga Szabolcs őrnagy és Tőzsér Péter százados gépeibe persze csak a mi mini kameráink fértek be. Az operatőreink nem lehettek potyautasok. Stábunk egy An-26-os szállítógép fedélzetéről követte nyomon az egyórásra tervezett látványos manőverezést. Méteres magasságban vagyunk, mintegy 300 km per órás sebességgel haladunk, amikor egyszer csak megjelenik a Gripen vadászgép pár mellettünk. Hogy érzékelni tudjuk a távolságot, ekkor alig 50 méter választ el minket a két vadászgéptől. Gondoljanak bele, egy kézilabda pálya hosszabb ennél. A kecskeméti pilóták egyébként nem csak sétarepülésen vettek részt, hogy a forgatásunknak katonai szempontból is haszna legyen, gyakorló riasztást végeztek. A sztori szerint a gépünket kellett azonosítani. Nem tudta lehangolni a megfelelő frekvenciát, ezáltal mi kaptunk egy riasztást, őket elfogtuk, tehát melléjük értünk, azonosítottuk őket, és igazoltattuk, hát ez igazából légirendészeti feladatnak hívják, mint ugye a szárazföldön is vannak a rendészeti feladatok. Ez volt a Légi Zsaruk? Ez a Légi Zsaruk című koprodukciós műsor volt. A lényeg, hogy ugye megtaláltuk a irányítók segítségével ezt a gépet, elfogtuk, ugye mindig két gépről beszélünk, tehát én voltam a vezér, én mellé mentem, igazoltattam, ugye lekommunikáltuk, hogy mi a problémája, ő jelezte, hogy rádió meghibásodása van, és ugye ilyenkor az a döntés, hogy saját repülőtérre leszállítjuk őt, és ez is történt, tehát ők megértették, bólintottak, és mégis hazahoztuk őket a Kecskemét reptér fölé, és így leszálltak. Bár a repülőkön nem szokás kinyitni az ablakot és az ajtót ezen a magasságon, jelen esetben a rámpát, a jobb kilátás miatt most mégis kivételesen lehetőség nyílt erre. A Gripen pilótáknak a legnehezebb talán az volt, hogy ilyen lassan, de azért még a minimálisan biztonságos sebességgel haladjanak. Autós hasonlattal élve ez olyan volt, mintha kettesben mentek volna Szabolcsék. Neked mennyi lenne egy záhonykőszeg? Záhonykőszeg mondjuk hangsebesség alatt számolok, tehát hogy közel legyen a realitáshoz. Azt mondanám, hogy 15 perc, úgyhogy azért érzékelteti a gyorsaságát, mit tud. Nem lehet megkerülni, hogy miért lettem vadászpilóta kérdést, végülis nem egy gyakori munkakörről van szó. Hát, viszont egy olyan álommunkakör, sokak gyerekkori álom. Álommunka volt, egyszer hallottam egy ilyen mondást, nem tudom igaz-e, hogy valakit megkérdeztek, hogy mi az a négy munka, ami közül érdemes választani. Ugye benne volt a színész, popstar, vadászpilóta és az Egyesült Államok elnöke. Na most annó nekem csak ez volt elérhető, úgyhogy viccet félretéve nekem nagyapám repülgetett, tehát fiatal korában ő repülgetett, és neki volt egy nagyon jó cimborája, aki viszont a második világháborúba ő repült. Az egyik volt osztálytársam akart vadászpilóta lenni, én csak elkísértem az orvosi vizsgálatra, és a véletlen folytán mindenki kiesett, csak én maradtam benn. És ezt egy intőjelnek vetted? Gondoltam, megpróbálom, de még az elején se alakultak úgy a dolgok, tehát a Szolnokon a Jak 52-es típuson, amikor először repültünk,
akkor is felkavarodott párszor a gyomrom. Azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez nekem való az a pálya, de így szépen lassan hozzászoktam, aztán megerősödtem. A vadászpilóta jogsit persze nem osztogatják. Varga Őrnagyék annó 2000-en jelentkeztek pilótának, de csak 20-an feleltek meg a szükséges, például orvosi előírásoknak. Ezt már a Gripen pilóták bázisán tudom meg, ahol túlzás nélkül nagyobb rend van, mint egy patikában. Itt található a repüléshez szükséges felszerelésünk a G-nadrág, túlterelés elleni nadrág, illetve a mellény, szintén a túlterelés elleni mellény, és mindenkinek a személyre szabott kis szekrényében a sisakja a maszkkal együtt. Kis névre szóló, ugye? Így van, mindenkinek a saját szekrényében a saját cuccai. Amikor mi Svédországban voltunk, akkor ugye volt egy plusz hét csak arra, hogy a ruha legyártásra kerüljön mindenkinek a megfelelő méretben. Sisakot fejünkre öntött minta alapján készítették el, úgy a ruhákat lemérték, ránk szabták, úgymond most ezt nyilván nem varronőre gondolok, hanem különböző beállításokra, amit itt a műszaki srácok elvégeznek. Tehát tényleg mindenkinek minden ruhája passzol. Ajaj, Jörgagy úr, akkor viszont gondolom, mert annál lehet hízni, nem? Tehát egy húsvét után mondjuk az ember jól belakmározik, plusz 3 kiló. Ez így van, nagyon kemény feltételek vannak úgymond a testsúlyra is. A max testsúlyunk ruhában, felszerelésre 115,5 kg lehet. Hogy is hagyhatnám ki régi beállítani csarajongóként, hogy én egy baboskendőt is látok, izzadság ellen ez is jó? Szintén ugyanazt a szélet szolgálja, mint a szürkék, csak annyi a különbség, hogy a Puma század tagjai viselik az őszínük a piros-fehér, úgyhogy autentikus. Aha, és hogy egy autentikus munkavédelmi anyaghoz tudtak nyúlni ebben az esetben. Igen. Mik ezek itt azért, gondolom, nekem futurisztikus, amit egy sci-fi filmbe csöppentünk volna. Látok itt egy hatalmas sárga porszívót, rengeteg sisakot. Ez itt a magassági munkaállomás, azzal foglalkozik, hogy karba tartsa a mi felszerelésünket napi szinten. Láthatjátok a sisakokat. A különböző munkák során valamikor olyan ragasztóanyagokat használnak, aminek nyilván káros a belégzése. E célt szolgálja ez a elszívó, légelszívó, ezeket a káros anyagokat innen kiszívja. És ha mennyit beszéltünk a ruhákról, akkor ha megengeditek, és ahogy a forgatókönyvünk is írja, akkor egy rövid divatbemutató következik. Megnézzük, hogy rám jön az XL-es hajózós ruha. Legújabb NATO divat szerinti ruhában. Ezt kell még felpróbálni. Egy kis segítséget azért kérek, mert nem vagyok egy gyakorlott benne. Ez a génodrág. Igen. Ezt ki fogsz belebújni, tehát ez az eleje. Cipzárokat főhúzzuk. Kényelmes? Igen. Nem sokáig. És ennek az a neve, hogy G-ruha? Igen, ez a G-nadrág. G-nadrág. Túlterelés elleni nadrág. Ezt így be. Tehát azért ezt magyarázni, ez meg ugye az a lényeg, hogy elképesztő erejű G hatásér. Igen, tehát a nehézség erő. Igen. Nek a többszörösé éri az embert, repülés közben mondjuk egy műrepülés vagy egy légiharc közben. És ezért kell ez a ruha, hogy amikor a túlterelést éri az embert, akkor a gépnek a megfelelő rendszere ebben nagy nyomású levegőt pumpál, és ugye, ahogy ez rád feszül a lábadra, illetve a alsó testrészeidre, hasadra, nem engedi, hogy a vér letóduljon. Már körülbelül 6G-nél érzed azt, hogy kezded elveszteni a látást, meg nehéz is tartani az embernek a szintjét, viszont ruhában ott az volt a kvalifikáció lényeg, hogy 9G-t kellett 15 másodpercig bírni, megfelelő légzéssel, meg úgy, hogy az ember tudja, hogy hol van. Bírtad? Persze, mindenki. Aki Gripen repül, az mindenki bírta. Sőt, nem csak, hogy bírtuk, szerintem élveztük is, mert mi szeretjük. Ez a mi G-vitaminunk. Kis optikai tuning, és nézzünk ki. Igen, térblokkon ezt a feladatot fogod berepülni. Jó, köszönöm szépen. Vagy pedig a forgatási sugó lehet. Mit is kérdezzek. Igen, és akkor jöhet a mellény. És akkor felöltöztél. Sisak, és jöhet a nyomáspróba. Mert rájön a fejemre? Várjál még egyszer, itt a, ezt a két füles, ez 20 szét, nehogy megsérüljön a fület. Igen. És mehetünk nyomáspróba. De hallani már nem hallok semmit, szájról olvasok. Így van. Mi jön most, Őrnagy úr? Nyomáspróba, aztán pedig a mérlegelés. Micsoda? Na
De nekem nincs olyan kérdés, csak levegőt kapja. Fogsz kapni, az ingyen van. Vegyél mély levegőt előtte, szívve. És tarts benn majd. Mehet? És akkor indul. És most fújja fel a ruha. Érzed? Tartsad még a levegőt, tartsad, feszítsd meg a testedet ilyenkor. És elvileg itt a számok alapján, amíg ez leér nulláig, addig tartsd benne a levegőt. Jó, lélegezhetsz. Úgyhogy. Jó, és? Ennyi. Megvolt. Ez hiába volt, hogyha a 115 és fél kilónál nehezebb vagy. Tehát tegnap gyerek nem vacsoráztam, de nézzük azért. Segítesz? Megjelőlegeztem. Jó, csak 80 vagyok. Hát ez... Ez határesetben elfogadjuk. Várjál. 111. 110. Oh, yes, sikerült. Akkor egy rövid ebéd után megyünk ki a hangárba. Megy itt minden, kérem szépen gombnyomásra. Hivatalos engedélyem van erre a mozdulatra. Mi történik? Most áram alá helyeztük a repülőgépet, felkapcsoltuk az akkumulátornak a kapcsolóját. Ezt már Szabó Tamás őrnagy mondja nekem, aki nem egy ideges alkat, pedig lehetne akár az is. Ő felel ugyanis azért, hogy a darabonként 10 milliárd forintba kerülő Gripen pilótájának ne kelljen műszaki hiba miatt katapultálnia. Ez pedig itt már a Bakony, Kecskeméttől körülbelül 12 perc, legalábbis, hogyha az ember Gripenrel jön, mert hogy itt várják őket. Célkeresztben a JTEC. What day is it? And in what mind this clock never seems so alive. Nem. Ez nem egy háborús film forgatási helyszíne, hanem a hajmáskér melletti gyakorlótér. Itt feketén-fehéren kiderült, hogy a Gripenek nem csak a légteret hivatottak védeni, hanem háborús helyzetben a szárazföldi csapatok segítése is az ő feladatuk. A pilóták újra és újra a domboldalban elhelyezett, képzeletbeli ellenfélre fordulnak rá. A cél az ő kiiktatásuk. A Gripen a közvetlen légi támogatás egyik nagyon fontos eszköze. Fontos, hogy mind a Gripen, mind pedig a előretolt repülősirányítók munkáját, illetve időszakos képesség fenntartását ilyen rendezvényeken biztosítsák. Afganisztán az, ahol a leginkább előtérbe kerül és fokozódik a JTEC fontossága. Ugye ott a levegőfő tűztámogatása gyakorlatilag a leghatékonyabb tűztámogatási eszköz, ez legyen harci helikopter, vagy legyen merevszárnyú repülőeszköz. Ahhoz, hogy a Gripen még véletlenül se a saját katonáinkat találja telibe, a földről kap segítséget, mégpedig a JTEC-től. Az amerikai rövidítés magyarra fordítva előretolt a repülésirányítót jelent. Az első mobiltelefonokat idéző méretes rádiókkal felszerelt katonák az ehhez hasonló rejtek helyekről navigálják rá a vadászpilótákat a célra. Majd ha ez megvan, jöhet a tűzparancs, a cleared hat, azaz az engedély a tűzkiváltásra. Jelenleg a Gripen pilótája az magyar, és az irányító is a Magyar Honvédség katonája. Tehát annak ellenére, hogy ők mindketten anyanyelvi szinten magyarul beszélnek, az irányítás során anyanyelvi szinten beszélnek angolul. Hát lássuk be, az mégse lehet az, hogy Feri, gyere ide itt, hajmáskér felől. Így van, így van. Ha képletesen akarok fogalmazni, akkor a pilótát ki kell venni a pilótafülkéből, és le kell hozni ide, hogy azt lássa, amit a szárazföldi parancsnok és az irányító lát.
Erre szolgál az a harcászati helyzetkép, amiben információkat közvetítenek az ellenségről, a saját erőkről, van-e bármilyen légvédelmi fenyegetettség, tüzérség, fegyverzet és a többi és a többi. Jól hallom, megérkeztek a gépmadaránk? Mivel megvolt a 9-soros eligazítás, ezért várható, hogy a támadás bármelyik pillanatban megtörténik. Az itt végzett munka ez nem tűri a hibát. Bármilyen pici hiba az másnap az újságok címlapjára kerülhet. Szűcs József ezredes megjegyzése mindennél jobban jellemzi, hogy mekkora a felelőssége a légirányítóknak. Úgy a föld fölött, mint a föld alatt. A Magyar Honvédség légivezetési és irányítási központja, vagy ahogy a helyiek hívják a szikla, ugyanis biztonsági megfontolásokból jó mélyen a föld alatt kapott helyet. Az előbb látott gripeneket például innen vezetik rá a célra, ha egy repülőgép megsérti Magyarország légterét. Ezeket a központokat, ahol magának a légierőnek a tevékenységet irányították, mindig föld alatti objektumokba helyezték el. Ez így történt a magyar esetben is, ezt a létesítményt 1937 és 40 között építették ki az akkor meglévő természetes vályatokban. És 1962-től, amikor Magyarország visszakapta a légterelőzés jogát a szovjetektől, azóta a légierő központja is itt van. Jelen pillanatban a fejünk fölött olyan 21 néhány méter szikla található. Lehet egy picit pihenni azért munka közben? Nem azt gondolom, hogy a közösségi portára átkacsint az ember és leteszi tálcára az országképét. Igen, van lehetőség, hogy felmenjünk a friss levegőre. Van, aki dohányzik, rá tud gyújtani, illetve étkezni is átjárunk. Viszont azt tudni kell, hogy mindig 2 percen belül itt kell lenni, és képben kell lennünk arról, amit tenni kell. Tehát bármilyen messze vagyok, 2 perc múlva nekem itt kell lennem. A magyar légtérben évente körülbelül 500 ezer repülő fordul meg, ebből 10 ezer katonai gép. A központ tagjai szép szóval, szükség esetén erővel, de mind a 500 000-t ellenőrzik. Mondhatnám azt is, előttük légjármű nem maradhat azonosítatlanul, legfeljebb csak akkor, ha UFO. Ezen a képen a zöld repülőgépek azok, amiknek engedélyük van, semmi gond nincs velük, és a pirosak pedig azok, amelyiknek nincs repülési terve. Látunk egy csomót közülük, szerencsére ezek mind a határon kívüli forgalmat jelentették. Amennyiben nem találunk repülési tervet egy repülőgépre, amely a ország határát lépi át, illetve az ország légterébe lép be, akkor van még egy lehetőségünk, telefonon a polgári légirányítástól kérünk információt, amennyiben ők sem tudnak erről semmit, akkor indul az a procedúra, aminek a vége akár az alfariasztás lehet. Halló, MCTPO. Van egy Ausztriából egy kis gépünk, 7000 scope-ol, low level VFR flying, közel Sopronhoz. A magyar ATC szerint nincs repterve és nincs engedélye ahhoz, hogy belépjen a magyar légtérbe. Adom tovább a KEO-knak. Pék Tibor alezredes, bár idén már 25. éve dolgozik a sziklában, mind a mai napig gyorsabban ver a szíve, ha normálistól eltérő helyzet alakul ki a légtérben. Tavaly 2 esetben, idén pedig legutóbb február 25-én fordult elő olyan, hogy a Gripen vadászpilótával kellett elfogni az ismeretlen repülőgépet. Éles riasztásod neked már volt? Volt egy éles riasztás 2011. novemberében, Mellesúpon sötétben, aránylag éjszakában azért kicsit nehezebb az embernek a dolga. Jobban rá van hagyatkozva a műszerekre. Hát Ukrajna felől jött át egy francia utasszállítógép, nem rádiózott, úgyhogy kaptuk a riasztási parancsot. Körülbelül a Balaton környékén fogtuk el, amikor mellé mentünk. Akkor ilyenkor a meghatározott intézkedéseket, amit a légirányító központból kaptunk, ezt végrehajtottuk, azonosítani kellett a repülőgépet, leolvasni a Vastrom számát. Ma néhány évvel ezelőtt történt, egy business jet repült át a magyar légtéren, nem vette fel a kapcsolatot az irányítókkal. A gép pilótái is robotpilóta alkalmazása mellett bent voltak az utastérben, és abból vettek észre a problémájuk van, hogy az utasok elkezdték a Gripen mellett, vagy a repülőgépük mellett repülő Gripeneket fényképezni. Mentek vissza a fülkébe, egyből tudták, hogy mi a teendőjük. Utas oldalra az egy látványosság volt ingyen. Hál' Istennek nem túl sok utas élvezi ezt a kilátást, vagy ezt a látványt. Ott egy emtől egy mezei kiskedden este 11-kor azért megemelkedett a pulzus számod? Abszolút, tehát amikor halljuk, hogy ez
éles lesz, se akkor, hiszed szinte. Akkor azért úgy beindulnak dolgok az emberben. Mi? Nem tudom, tehát én mondjuk így érzem magamon, hogy így alig várom, és így szinte így lüktet bennem az energia, hogy na, szálljunk fel. Tehát nekünk ilyenkor mégis az okoz örömet, ha fel is tudunk szállni. Hát ezért lesz vadászpilóta az ember, nem? De, abszolút. A veszprémi szikla után irány a Tolnai táj, mintegy 140 km távolságra a szőlőfürtök árnyékában egyszer csak kinőtt a földből egy jó nagy és immár háromdimenziós radar Medinán. A 45 méter magas torony kilátónak sem utolsó, de persze nem ezért építették meg a monstrumot több mint 1000 köbméter beton felhasználásával. Az idén márciusban átadott lokátor feladata, hogy teljessé tegye Magyarország légvédelmét. Ebben segít a 3D technológia. A korábbi szovjet radarok csak azt tudták megmutatni, merre repül az adott gép. A mostani már arra is képes, hogy megmutassa, milyen magasan. A mi szerepünk itt a légtérvédelemben az, hogy mi itt figyeljük a légteret, szóval mi gyűjtjük össze, hogy hol van a maga a repülő hozzánk képest. Ezt így tovább küldjük Veszprémnek, illetve Kecskemétnek a központban, ők összesítik az összes radar mérőpontnak az adatait, és akkor ez alapján egy döntést hoznak, illetve tovább küldik a NATO központba. Mi a rávezetést végezzük, hát minél pontosabb adat kell, illetve hát a zavar hálóságát. Szóval, hogyha esetleg megzavarnak minket, akkor így, még így biztosítanunk kell a megfelelő adatokat, hogy rá tudjuk vezetni a repülőket. Amikor ott fönt nézelődtem, akkor az jutott rögtön olyan ilyen laikus kérdésként az eszembe, hogy mi szükség van erre a sejtburokra, minek nevezzem ezt? Ez a gömb, ez megvédi az antennát az időjárás viszontagságaitól, illetve hát egy egyenletes hőmérsékletet biztosíti magának a radarnak, hogy tudja biztosítani a megfelelő paramétereket. Mivel már ez egy korszerűbb, nem is fogyaszt annyit, mint a régiek. Igen, kisebb lesz az áramszámlájutok? Igen, nagyságrendekkel kisebb. Apropó pénzügyek. A medinai radar 1,1 milliárd forintba került, viszont ennek 94%-át a NATO állta. Most jelenleg majd ketten fogjuk felügyelni ezt a lokátort. A maga vezérés az Veszprémből fog történni. Mi igazából csak így nézzük, hogy minden rendben legyen esetleg, hogyha van valami probléma, akkor be tudunk avatkozni. Például úgy, hogy kézzel megtekeritek? Így van. Hogyha nagyon leáll minden, akkor kézzel tekerjük, és akkor úgy fog forogni az antenna, de mindenképpen fog forogni. Esetleg én is beszállhatok itt a gyakorlatban? Persze, éppen tervezünk egy ilyen beosztást, hogy esetleg gondolnak, hogy erre. Tartalék tekerőnek. Az új radart a tervek szerint 2015 elején állítják üzembe Medinán, ami nem jelenti azt, hogy a régebbi technikát sútba vágnák. A teherautókra helyezett mobil egységek továbbra is másfél órán belül képesek éles légvédelmi ellenőrzésekre a környéken, ha a katonai felderítés ezt igényli. Alapvetően mérnök emberek dolgoznak itt a közvetlen radarok mellett. Itt tényleg nem gépkarabét, hanem csavarhúzót látunk inkább a katonatisztek kezébe. Mondhatom azt, hogy hivatás, mivel édesapámmal együtt már 52 éve szolgáljuk ezt a rendszert. Százados úr, jól látom, nem sokára érik a cseresznye? Igen, és valószínűleg lassan ki is fogok jönni most már, mert nagyon szeretem a gyümölcsöt. Jelenleg a Puma 100-at klubjában vagyunk, hogyha ilyen nagyobb gyakorlatok vannak, azért itt összegyűlik a repülős állomány rendesen. Elég sok olyan dolog van, ami ilyen relikviák, mindennek története van. Látjátok például ezt a harangot, mivel végül is egy gépágyú lőszerrel, hogyha kongatunk, csak nem akarom hangosan, mert ez azt jelenti, hogy akkor meghívom az egész százat egy italra, úgyhogy ezt óvatosan kell ezzel bánni. Ez akkor szokták a pilóták használni, hogyha valaki még egyedül kirepül a szóló repülésre, vagy mondjuk netán előléptetés történik, akkor itt a klubszobában ünnepeljük meg a
történéseket. Önmegyül, milyen lehet egy katona esküvé egy Gripen pilótának? Tiszti egyenruha, hogyha megkéri az ember a bajtársait, akkor jobb, hogy a sorfalat állnak. Van ilyenkor díszöv, díszkesztyű, kard. És valahogy repülő is kell azért oda, nem? Hát az lenne a legjobb, hogyha lehetne ilyen alkalmakra egy repülőt igényelni mondjuk, és föl lenne írva hátra egy két ölésesből, just married, ugye? Éppen friss házasok, és ezzel mennétek nászútra, hamar odaérnétek. Ez az álomkategória marad. Kedves nézőink, ennyi fért a Célkeresztben mai adásába. Köszönjük szépen az önök megtisztelő figyelmét, amire természetesen legközelebb, egy hónap múlva újra számítunk. A viszontlátásra, felszállás!